Árvízvédelem és vízgazdálkodás. Ez év végére több ár- és belvízvédelmi fejlesztés valósult meg a Felső-Tisza vidékén. A legnagyobb a Beregi árapasztó tározó megépítése. Egyre kevesebben, mindamellett, hogy emelkedik a születésszám, ezzel párhuzamosan a halálozások száma is, így tovább fogy a népesség a KSH adatai szerint. Milliárdos beruházások nagy ecseden, szennyvízhálózatot építettek, szociális közösségi házat alakítottak ki, valamint energiakorszerűsítésre is több millió forintot költött az önkormányzat. Ez év végére több ár- és belvízvédelmi fejlesztés valósult meg a Felső-Tisza vidékén. A legnagyobb és az országos vízgazdálkodási beruházások között is kiemelt helyen áll a Beregi árapasztó tározó megépítése. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 33 milliárd forintos vízügyi létesítmény árvízvédelmi és vízgazdálkodási célokat is szolgál. 2016 tavaszára pedig befejeződik norvég alapok támogatásával az Öregtúr rehabilitációja is. Továbbá a következő évben az ország határtól a Kisari hídig folytatódik a töltésfejlesztés. 50 ezer ember árvízi biztonságát garantálja a Beregi tározó, amelynek kivitelezési munkáit ez évben fejezték be. A 33 milliárd forintos létesítmény 600 ezer köbméter vizet tud befogadni, ennyit lehet a Tiszából kivezetni. A Tisza térségét érintő szakaszán 60-80 cm-es vízcsökkentésre lesz alkalmas. A következő év tavaszára tervezik az Öregtúr rehabilitációjának befejezését. A vízhiányos állapotok kezelésére készülünk fel, új duzzasztóműveket építünk, új zsilipeket, amiken keresztül a túr melletti gyönyörű szép holtmedrekbe is vizet tudunk juttatni, hiszen ennek az évnek a legnagyobb problémája a vízhiány volt, de ilyen bármikor előfordulhat. Nagyon sok hullámtéri holtmeder is kiszáradt, és a mentett oldali holtmedrek is súlyosan károsodtak. Tehát, hogy az Öregtúr mentén, ami egy 63 kilométer hosszú kanyargós ősmeder, az ott lévő holtmedreket is fel tudjuk tölteni, ez a legfontosabb célja a beruházásnak. Az árapasztó tározók árvízvédelmi és vízgazdálkodási célokra egyaránt alkalmasak. Egy pályázati programban lehetőség nyílt feltérképezni magyar és főként ukrán oldalon, hol lenne szükség a műtárgyra. A mezővári és a tiszaújlaki tározóra elkészültek a kiviteli tervek is. Az árvízi biztonságot tovább fogják növelni a következő évre tervezett töltésfejlesztések. Folytatni kell a töltések fejlesztését, ez azt jelenti, hogy az ország határtól befelé szeretnénk a Kisari hídig eljutni mielőbb ezekkel az emelt töltésekkel, hiszen a számításuk, a modellezések azt mutatják, hogy tekintettel a külföldi fejlesztéseket, tehát Kárpátalján és a román oldalon is komoly árvízi fejlesztések voltak, emelni kell a töltéseket, és akkor lesznek leghatékonyabbak a meglévő tározóink is. A nyírségi tározók felújításával a belvízrendszer rekonstrukciója is folytatódhat, valamint a vízi közmű programokkal javítják a vizek minőségét, mondta az igazgató. A nyírségi vízgazdálkodási és vízpótló rendszer programja egy korszerű tájgazdálkodást is magába foglal, amely segíti vízhiányos időszakban a vízpótlást, ugyanis a kiépített csatornákon keresztül oda lehet eljuttatni a vizet, ahol arra szükség van. Mindamellett, hogy emelkedik a születésszám, ezzel párhuzamosan a halálozások száma is, így tovább fogy a népesség a KSH adatai szerint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születik a legtöbb gyermek az országban, átlagosan 4400 évente. A régiók népesség megtartó ereje nagyban függ a foglalkoztatási és lakhatási lehetőségektől, ezért az országban nyugat felé figyelhető meg egy belső elvándorlás. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbb 2011. októberében tartott Magyarországon népszámlálást. Annak adatai szerint 9.938.000 fő él hazánkban. 2011 óta emelkedik a születésszám Magyarországon. A statisztikai adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ország más megyéihez viszonyítva, több gyerek születik, átlagosan 4400 évente.
az élvezőletések számának a növekedése az folyamatos. Igaz, hogy ez egy lassú emelkedés, de a 10-11. Évi mélypont után ez egy folyamatos tendencia. Viszont ebben az évben kedvezőtlenül alakultak a halálozások, a megyében is, országosan is. A második negyedévi halálozási adat volt kiugró. Ebből adódólag a természetes fogyás az gyorsult a megyében, nagyobb mértékűvé vált a korábbiaknál. Élénkült a házasodási kedv, 19%-kal emelkedett a házasságkötések száma a megyében. A növekedés országosan is megfigyelhető, amely 13%-os. A belföldi vándorlási statisztika hiányt mutat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ország úgynevezett népesség leadó megyéje vagyunk. Ugyanakkor a nemzetközi migráció javította a vándorlási egyenleget. A vándorlási nyereséget az egyes térségek vonatkozásában is vizsgáljuk. Ugye itt alapvetően a szomszédos megyékbe, Borsod-Abaúj, Zemplénbe, illetve Pest megyébe történik a vándorlás. És hát van egy kisebb elmozdulás a nyugati térségek irányába, de ez nem akkora mértékű, mint itt a közvetlen térségben. Nem annyira mobil, tudnélik a népesség. Itt a lakás, a lakhatás az erősen meghatározza a lehetőségeket, és nyilván a fiatalabb korosztály az, amelyik mozog a megyéből, elmegy Budapestre, ott marad a megyében, és nem jön vissza, ez jelenik meg veszteségként. A belső vándorlás ellenére még mindig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legfiatalabb megyéje, korösszetétel alapján, illetve ebben a megyében nagyobb a gyermekvállalási kedv. Mindamellett, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeket. A régiók népesség megtartó erejéhez hozzátartozik az is, hogy a fiatalabb generáció ott alapít családot, ahol jobb a munkalehetőség és jobbak a lakhatási körülmények. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindössze 94 új lakás épült az előző év azonos időszakához képest, 20%-kal kevesebb. A lakások többségét a megyeszékhelyen vették meg. Összesen több mint 3 milliárd forintot fordítottak városfejlesztésre ebben az évben Nagyecseden. A városban 2,2 milliárd forintból szennyvízhálózatot építettek, szociális közösségi házat alakítottak ki, valamint energiakorszerűsítésre is több millió forintot költött az önkormányzat. A polgármester bízik benne, hogy jövőre az utak javítására is lesz lehetőségük. Ehhez hasonló napelemrendszereket telepítettek Nagyecseden 4 középületre az energiatakarékosság érdekében, így az intézmények kiadásainak akár 70%-át is meg tudják ezentúl spórolni. Ennek része volt a közvilágítás korszerűsítése is, közel 120 millió forintból energiatakarékos LED lámpatestekre cserélték a régieket, így a település ezentúl évente 10 millió forintot tud spórolni az áramdíjakon. Az elmúlt évek legnagyobb beruházása is idén fejeződött be a városban. 2015 is év, én azt gondolom, egy nagyon sikeres éve volt Nagyecsed város önkormányzatának, hiszen több olyan jelentőségi projektet tudtunk megvalósítani, ami a településen régóta vágyott álom. Talán a legnagyobb ilyen projektünk, ami nem feltétlenül csak a 2015-höz kötődik, annyiban mindenképpen, hogy 2015-ben zárult le Nagyecsedi térsége szennyvíz projekt beruházása, ami több mint 5 milliárd forintos bekerülési költséggel biztosítja most már Nagyecsed térségében a biztonságos szennyvízkezelést. Ebből konkrétan Nagyecsedre mintegy 2,2 milliárd forintnyi beruházás esett, és tulajdonképpen október közepével a műszaki átadás is megtörtént, úgyhogy ma már elmondhatjuk, hogy Nagyecseden is biztosította a biztonságos szennyvízkezelést. A megvalósult szennyvízberuházás a polgármester elmondása szerint több 10 éves terve volt a városnak. Nagyecsede megye azon ritka települései közé tartozott eddig, ahol a szennyvízkezelésnek semmilyen formája nem volt kiépítve. Ma már azonban minden közműszolgáltatás elérhető a településen. A 2015-ös év másik nagy beruházása a közösségi ház kialakítása és a mellette lévő terület parkosítása, ahol többek között műfüves focipályát, kondi és gördeszkaparkot hoztak létre. Ezekre a fejlesztésekre mintegy 400 millió forintot költött az önkormányzat. A nagyecsedi óvoda konyhája is megújult ebben az évben, többek között burkolat és nyílászáró csele is megvalósult az intézményben, összesen 33 millió forintból. Egy másfél éves roma integrációs projekt is idén zárult, mintegy 140 millió forintból közösségi házat alakítottak ki a felzárkózás segítésére. Jövőre sportlétesítményeket is szeretnének kialakítani.
Van még néhány nagyon dédelgetett álmunk, amit szeretnénk megvalósítani. Egy hiány érzete van a településnek egy tornacsarnok vonatkozásában, mind a közösségi sport, mind a tömegsport, mind a versenysport tekintetében. Egy nagyon nagy hiányunk, hogy nincsen szabványos méretű kézilabda pályával bíró tornacsarnokunk. Ezt nagyon szeretnénk, ebbe bízunk, hogy lesz ilyen forrás kiírva, és erre mindenképpen pályáznánk. Az önkormányzat reméli, jövő évben az utak felújítására is lesz lehetőségük a településen. Egészségügyi és alapszolgáltatási központot alakítottak ki, valamint energiakorszerűsítési beruházásokat valósítottak meg idén Ajakon. A fejlesztésekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A téli hideg hónapokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a négylábú kedvencekre. A megfázás, köhögés, orrfolyás a kutyákat és cicákat ugyanúgy utolérheti, mint az embereket. A szabadban tartott ebeket megfelelő menedék hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegetheti. 12 érmet szereztek az NVSC Big Boxing versenyzői az idei országos bajnokságokon. Az ifjúsági korosztályban aranyérmes Kovács Richard és ezüstérmes Moldoványi Bence mellett a női bajnokságon 3 ezüst és 7 bronzérmet gyűjtöttek be a nyíregyházi ökölvívók. Egészségügyi és alapszolgáltatási központ kialakítása, energiakorszerűsítési beruházások és sportolási lehetőségekhez infrastruktúra kiépítése. Többek között ezek a fejlesztések is véget értek idén Ajakon. A városban idén összesen több mint 400 millió forintot fordítottak fejlesztésekre. 2015-ben is folytatódtak azok a beruházások Ajakon, amelyek a lakosság életminőségének a javulását célozták, tájékoztatott a város polgármestere. Egyebek mellett bővítették a sportolási lehetőségek körét, műfüves pályát és hozzátartozó világítást kapott a sportpálya, de további tervei is vannak a város vezetésnek. Reméljük, hogy folytatódik a tanúszoda program, és itt szeretnénk az első között vagy a második körben elnyerni azt a lehetőséget, hogy tanúszodát építsünk, hiszen a számításaink szerint, és valószínű, hogy minden járás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben a cipőben jár, járásonként legalább 4-5 tanúszodára van szükség ahhoz, hogy a harmadik osztálytól felfelé a általános iskolás gyerekek legalább heti 2 alkalommal tudjanak reggel 8 és délután 4 óra között 1-1 órát úszással tölteni. Ha nincs 4-5 úszoda, akkor ez nem lehetséges. Ez ugye egy kormányprogram is, ha jól tudom. A további tervén között szerepel a csapadékvíz rendszernek a folytatása. Tavaly évben adtuk át a település 45%-át lefedő új csapadékvizelvezető rendszer, ez egy közel 330 milliós beruházás volt. A maradék 55%-ot azt szeretnénk a jövő évben bepályázni, a tervekkel 95%-os készültségben vagyunk, ahogy látjuk a kiírást, akkor ezeket természetesen adattáljuk és engedélyeztetjük, és ez lesz további infrastruktúrális javulást eredmény a településen. Intézményei korszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetett idén az ajaki önkormányzat. 124 millió forintos támogatással létrehozták az alapszolgáltatási központot, valamint mellette az egészségügyi központot, ami további 70 millió forintból valósult meg. Napelemeket telepítettek továbbá a település iskolájára, valamint hőszigetelést kapott például az óvoda és a városháza is. Az önkormányzatnak jövő évre is vannak már hasonló tervei. Szeretnénk egy közel 500 millió forintos új zöld város Péter Tuléget programot adaptálni, illetve erre szeretnénk pályázni. Ebben nem más van, mint barna mezős beruházásként és zöld mezősként szereplő terek, piaccsarnok, piacterület, infrastruktúra, úthálózat, és különös tekintettel vagyunk arra is, hogy fejlesztési elképzeléseink között első körben szerepel az új városháza építése. Ezt valószínű, most értékeltük a pályázati kiírásokat, hogy valószínű csak barna mezősben lehet megvalósítani, erre is fel vagyunk készülve, ez a barna mezős épületünk rendelkezésre áll a Péter Tó központ, fesztivál központ szélében, ez a egyik legfontosabb projektünk. Ebben az évben renoválták a ravatalozót is, ami a külső helyreállítások mellett hőszigetelést is kapott. Kerekes Miklós hozzátette, a településen megállt a népességfogyás, jelenleg mintegy 4000-en élnek Ajakon.
A téli hideg hónapokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a négylábú kedvencekre. A megfázás, köhögés, orfolyás a kutyákat és cicákat ugyanúgy utolérheti, mint az embereket. A szabadban tartott ebeket megfelelő menedék hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegetheti. Egy felelős állattartónak talán mondani sem kell, hogy ilyenkor kedvenceink sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, mint enyhébb időben. A téli hideg hónapokban kint tartott ebünk számára gondoskodjunk energiában dús elességről, valamint napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, mivel a zord időben gyorsan befagy. Ha tehetjük, engedjük be éjszakára a garázsba, az előszobába, egy sufniba, vagy hasonló védett helyre az állatot, ha nem, gondoskodjunk megfelelően szigetelt kennelről vagy kutyaházról. Fontos, hogy a kutyaház megfelelő száraz és szélvédett helyen legyen. Fontos az is, hogy jó hőszigetelt legyen a ház, és a kutyaháznak a mérete arányos legyen a kutyának a testnagyságával. A kutya kényelmesen meg tudjon benne fordulni, kényelmesen le tudjon feküdni, illetve fel tudjon benne állni. Az sem jó, hogyha túl nagy a kutyaház, mert a kutya a saját testű hőjével akkor nem képes felfűteni a kutyaházat. Nem javasolt szénaszalma a kutya alá rakni hőszigetelésképpen, mert az apró növényi részek a szembe, orba, szájba, bőrbe befúródhatnak és sérüléseket okozhatnak, illetve külső élősködőket is tartalmazhatnak. A megfázás, köhögés, orfolyás kutyánkat és cicánkat ugyanúgy utolérheti, mint minket. Szabadban tartott ebünket megfelelő kutyaház vagy kennel hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegeti. A kihűlésnek a jelei az étvágytalanságon, bágyadságon kívül az imbolygás, remegés, mozgási problémák. Az állat nem képes a házába bemenni. Ilyenkor érdemes mindenféleképpen minél hamarabb pokrócba tekerni, meleg helyre vinni, melegíteni, illetve állatorvoshoz minél hamarabb elvinni. A lakásban tartott kedvenceknek továbbra is fontos a levegőzés. Napközben minél többet legyenek a szabadban, azonban legyünk figyelemmel jelzéseikre, hiszen hideg időben a rövidszőrű fajták egyedei hamar vacogni kezdenek. Kistermetű vagy rövidszőrű kutyusunkat az utcai sózástól vagy a téli minuszoktól cipővel, kabáttal, pulcsival is védhetjük, de kerüljük a megfázást, a fűtött lakásba érve vegyük le róluk azt. Tizenkét érmet szereztek az NVSC Big Boxing versenyzői az idei országos bajnokságokon. Az ifjúsági korosztályban aranyérmes Kovács Rihárd és ezüstérmes Moldoványi Bence mellett a női bajnokságon 3 ezüst és 7 bronzérmet gyűjtöttek be a nyíregyházi ökölvívók. Közel 50-en járnak rendszeresen edzésre az NVSC Big Boxing termébe, közülük 26-an rendelkeznek versenyzői engedéllyel. Nagy Lajos vezetőedző szerint a 2015-ös esztendőben szereplésük némileg elmaradt a várakozástól, annak ellenére, hogy tucatnyi érmet szereztek az országos bajnokságokon. Hoztunk lényegében a bajnokságokról minden színű éremből. A legeredményesebb a Kovács Ricsi volt, aki megnyerte az ifjúsági bajnokságot 60 kg-ban. Európa-bajnokság, közvetlen utána Európa-bajnokság volt, ahol 2 nyert meccsel 5. helyezést érte el. Elég csúnyán elmeszelték, mondhatom így, a későbbi bajnoktól kapott ki lényegében, de szerintem igazságtalan, de nem csak szerintem. Illetve volt még egy ifi ezüstérmünk, a Moldoványi Bence, a lányok pedig 10 érmet hoztak, tehát talán felsorolni sem tudnám most így hirtelen fejből. A felnőttek között kiemelném a Korsmáros Mercit, aki 2 nyert meccsel lett ezüstérmes. A Nagy Kittit szintén elmeszelték, a Kovács Klára megint csak áldozata lett a bírói tévedésnek, nevezzük tévedésnek. Serdülő lányok nagyon jól teljesítettek, elhoztuk a csapat elsőbbséget is a serdülő lányokkal, illetve junior ifiben is hoztunk ezüst, meg bronzérmeket is. Az edzőként az utánpótlás korúakkal foglalkozó, profiként versenyző Nagy Lajos Márk mindössze 1 meccset vívott az idén, azon viszont megszerezte a magyar bajnoki címet a 25 esztendős boxoló. A térdemmel voltam sérült, és emiatt nem igazán tudtam futni, és igazából csak erősíteni tudtam, és szeptemberben már sikerült összehozni a címmérkőzést, ami már igazából elmaradt 2-szer. Egyszer az ellenfél hibájából, úgymond, utána pedig ugye az én sérülésem miatt.
Igazából magyar bajnokként tudom zárni az évet, úgyhogy szerintem ez a legfőbb dolog. Nagy Lajos negatívumként említette, hogy a szakosztálynak már második éve nincs felnőtt versenyzője. Nem tudunk felnőtt versenyzőket megtartani. Felnőtt versenyzőknek már fizetést kell biztosítani, a megélhetésüket. Arra mi nem vagyunk képesek, tehát a gazdasági helyzetünk nem engedi meg. Ilyen egyszerű, ugye. Aki volt két éve felnőtt magyar bajnokunk, Szilvai László, pont anyagi okok miatt utazott és feligazolt Budapestre. Az ünnepek alatti rövid pihenőt követően a nyíregyházi bunyósok elkezdik a felkészülést a 2016-os szezonra, amelyben az idei évhez képest szeretne előrelépni a szakosztály. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Ez év végére több ár- és belvízvédelmi fejlesztés valósult meg a Felső-Tisza vidékén. A legnagyobb és az országos vízgazdálkodási beruházások között is kiemelt helyen áll a Beregi árapasztó tározó megépítése. A 33 milliárd forintos vízügyi létesítmény árvízvédelmi és vízgazdálkodási célokat is szolgál. 2016 tavaszára pedig befejeződik norvég alapok támogatásával az öreg túr rehabilitációja is. Továbbá a következő évben az ország határtól a Kisari hídig folytatódik a töltésfejlesztés. Mindamellett, hogy emelkedik a születésszám, ezzel párhuzamosan a halálozások száma is, így tovább fogy a népesség a KSH adatai szerint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születik a legtöbb gyerek az országban, átlagosan 4400 évente. A régiók népesség megtartó ereje nagyban függ a foglalkoztatási és lakhatási lehetőségektől, ezért az országban nyugat felé figyelhető meg egy belső vándorlás. Összesen több mint 3 milliárd forintot fordítottak városfejlesztésre ebben az évben Nagyecseden. A városban 2,2 milliárd forintból szennyvízhálózatot építettek, szociális közösségi házat alakítottak ki, valamint energiakorszerűsítésre is több millió forintot költött az önkormányzat. A polgármester bízik benne, hogy jövőre az utak javítására is lesz lehetőség. A Kölcsei Televízió híradóját látták karácsony első napján. Friss hírekkel már csak hétfőn este jelentkezünk, szombaton és vasárnap heti hír összefoglalóval, a krónikával várjuk majd Önöket. Töltsék továbbra is kellemesen az ünnepeket, viszontlátásra!